Érkezik a 13. havi nyugdíj első egy heti összege. Azoknak a nyugdíjasoknak és nyugdíjszerű ellátásban részesülőknek, akik banki átutalással kapják meg a nyugdíjukat, már a számlájukon van a pluszpénz, de a napokban a postás is viszi az átlag nyugdíj szerinti 37.650 forintot. Számítások szerint ez 2%-os nyugdíjemelésnek felel meg. Jelenleg Magyarországon mintegy 2,6 millió embert érint. Az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő munkavállalók és nyugdíjba vonult állampolgárok kapják, illetve ide sorolandó még a nyugdíjszerű ellátásban részesülő állampolgárok. A nyugdíjrendszer átalakításával ők már nem kifejezetten nyugdíjban részesülnek, hanem járulékok, vagy járadékban részesülnek, tehát ezzel a körrel egészül ki ez a 2,6 millió fő. Egészen hasonlóan a nyugdíj folyósításnak a formáján fogják ezt megkapni, ami úgy néz ki, hogy banki átutalással, illetve ugye aki postai kézbesítéssel kéri a nyugdíját, az pedig természetesen postai úton fogja megkapni. A 13. havi nyugdíj visszaépítése 4 egyenlő lépcsőben fog megtörténni, 4 esztendőre elosztva, 20-21-el kezdődően egy heti nyugdíj kerül beépítésre, majd 22-23-ban és 24-ben ugyanúgy további 3 egyenlő rész beépítése kerül a nyugdíjba. 2%-kal számolhatunk, tehát az azt jelenti, hogyha 24-es évig realizálódik minden évben a 2%, akkor ez az infláció követő nyugdíjemelésen túl egy szumma 8%-os emelkedést jelent majd a nyugdíjasok számára. Első emelés ugye erre az évre egy 2%-os nyugdíjemelést jelent, ami azt jelenti, hogy jelenleg a 2021-es átlagos nyugdíj Magyarországon 148.450 forint, és akkor ehhez még egy 37.500 forintos kiegészítés jön, mint a 13. havi nyugdíj első részlete, így átlagosan 185.000 pár 100-600 forintban fogják ezt megkapni utalva, vagy pedig postai kézbesítéssel átlagosan természetesen. Napi kapcsolatban vagyunk a nyugdíjasokkal, hiszen nyugdíjas szövetkezeteket üzemeltetünk, tehát nap mint nap beszélgetünk velük. A fogadtatás az abszolút pozitív, mondhatom. Egyrésztről ugye mindenkinek nagyon jó, hogyha tud realizálni plusz bevételt. Másrészt külön öröm ebben, hogy ezt a pandémia ideje alatt is sikerült úgymond tető alá hozni. Azt látjuk, hogy és a felméréseink is ezt támasztják alá, hogy az elsődleges motiváció a nyugdíjasok részéről a szociális térben való részvétel és az emberekkel való kapcsolatépítés, de ugye szorosan ott van emellett az anyagi előrehaladás és a pénzügyi helyzet javítása. Úgyhogy ezt a kettőt összegezve én azt gondolom, hogy abszolút pozitív a fogadtatás az idősek körében.